Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna, elmegyek, és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek. Ekkor Tamás így szólt. Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy, hogyan ismerhetnénk át az utat. Jézus ezt felelte. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Fülöp megjegyezte. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt. Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem. Sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Ezek az evangélium igéi. Egy pici csöndben egyénileg hallgassuk az Úr jelenlétét, szavát, azt, ahogy kiben-kiben ő magyarázza az igét. Drága testvéreim, a most hallott három szentírási részletből következő igéket
szeretném egybe fűzni. A papok közül is tömegesen hódoltak meg a hitnek. Ez volt az apostolok cselekedeteiből hallott részlet utolsó mondata, 6. fejezet, 7. vers. Hasonlóan a papságról szól a Szentlecke részletének utolsó mondata, Péter első levele, 2. fejezet, 9. vers. Ti azonban választott nép, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket az ő csodálatos világosságára. És a harmadik rész Jézus szavaiból, az evangéliumból, János evangéliumából, a 14. fejezetből: Atyám házában sok hely van. Valamiért ebből a három részletből számomra most a papság ajándéka, kegyelme ragadott meg. Már csak azért is, mert a szavak is erre hívnak. De úgy egyáltalán azért gondoljuk végig, hogy az elmúlt 7 vasárnapon nem volt szentmise ebben a kis kajdacsi templomunkban. Azért bízom benne, hogy a katolikus egyház főpásztorainak kérése szerint mindannyian vasárnapról vasárnapra néztetek otthon szentmisét a tévében, vagy az interneten, vagy még ehhez képest pluszban más módokon imádkoztatok. De hát a római katolikus egyház nem működik papok nélkül. A római katolikus egyház nem működik templom nélkül, nem működhet közös liturgia és ünneplés nélkül. Emlékszem rá, hogy amikor a hittudományi főiskolára jártam, akkor az erkölcs teológia tanárunk, Takács Gábor atya, aki a papnevelő intézetnek is pluszban még a rektora volt, sok okos dolgot tanított nekünk évek alatt, és ezek közül több, azóta is már több mint 10 éve úgy időnként eszembe jut. Például a következő mondat: a hit terjedhet a médián keresztül is, de maga az egyház nem. És ezt a megkülönböztetést arra vonatkoztatta, hogy a hit elsősorban hallásból származik, bárki telefonon keresztül, interneten, tévén keresztül, vagy még ehhez képest más technikai eszközökön keresztül is eljuthat a hitre. Egészen elképesztő, csodálatos tapasztalatok vannak. Valaki egyszerűen hitre jut azáltal, és tényleg megismeri Istent, és tényleg elfogadja Jézus Krisztust, hogy lát egy óriás plakátot. Egy óriás plakáton van egy üzenet, amit keresztények kiírtak, egy szép képpel, mondjuk odaírták azt, hogy Jézus szeret téged. Vagy éppen valaki a YouTube-on meghallgatja Bőjte Csabának egy nagyon szép, kedves, barátságos, bátorító üzenetét. És ezt valaki meghallgatja, vagy az óriás plakáton látja, és egyszerűen hitre jut. A szívében elindul egy világosság, egy öröm, hogy tényleg van ez a Jézus, tényleg szeret engem. És hazamegy, és a kis szobájának a rejtekében megszólítja Jézust, és hitre jut, kapcsolatra jut az élő Istennel. Tehát a hit az
terjedhet ilyen közvetlen emberi kapcsolatok nélkül is. A média által is terjedhet a hit. De nézzük maga az erkölcs teológus Gábor atya tanításának a második felét, hogy az egyház nem tud terjedni a médián keresztül. És miért? Azért, mert az egyház az egy konkrét szentségi valóság. Senkit nem tudok megkeresztelni a tévé képernyőjén keresztül. Senkit nem tudok megáldoztatni a tévé képernyőjén keresztül, attól még feloldozás se fog történni, hogyha teszem föl telefonon keresztül, egyébként ez nem lehetséges a katolikus egyházban, hogyha telefonon keresztül mondanám el a feloldozás szavait. Tehát az egyház, mint Krisztus teste, emberi közösség is, konkrét fizikai, szentségi valóság is egyben. Ez picit ahhoz hasonló, mint hogy számtalan főző műsort megnézhetünk a tévében, de attól nem fogunk jól lakni. Attól még üres marad a tányérunk. Lehet, hogy jó ötletöket kapunk ahhoz, hogy még éhesebbek legyünk, vagy hogy még finomabb ételt készítsünk, de jól lakni nem fogunk. Az biztos. Talán csak a tudásunk növekszik, de a konkrét tapasztalatunk nem. Most ezt kell tehát látni, hogy nagyon fontos a hit hirdetése a modern technikai eszközök által, de az egyház szentségi valósága, a kegyelem üdvözítő kiáradása azon keresztül nem fog átmenni. Leönthetem én a laptopomat vízzel, de hát nem lesz megkeresztelve a laptop túlsó végén Afrikában valaki ettől. De ez valahol nagyon logikus és nagyon érthető, mert ugyanezt a dolgot átvihetnénk arra is, hogy ott van valaki a szobájában, nézi a tévét, és az orvos nem tudja megműteni webkamerán keresztül, hanem annak a betegnek ott kell feküdnie a műtőasztalon, és az orvos személyesen a saját kezével, maga kezében lévő eszközökkel belenyúl a testébe. Tehát itt láthatjuk azt, hogy különbség van a test és a lélek között. Ugye a lelki valóság az, mondhatjuk így, hogy a hang által átmegy. Igen, meghallgatom a YouTube-on Böjte Csabának a bátorító gondolatait, és átjön egy lelki valóság, ami engem fölbátorít, ami miatt esetleg elnevetem magamat, mert egy kedves hasonlatot mondott, vagy egy jó viccet éppen. És ez engem fölbátorít. Másképp fogom eltölteni azt a napomat. Találkozok Jézussal. Ténylegesen, hiszen Jézus föltámadt a halálból, neki már semmilyen fizikai akadály nincsen, bejön az én szobámba azáltal, hogy hallottam azt az ige hirdetést. De itt jön a dolog másik fele, hogy az egyház az egy konkrét emberi közösség, aminek teste is van. A hit tehát terjed a médián keresztül, de maga az egyház nem. Mert az egyház az tagokból áll. Ahogy mondja Szent Pál apostol, hogy Krisztus misztikus teste olyan, mint egy emberi test, hogy van neki szeme, füle, feje, nyaka, keze, és egyik sem mondhatja a másiknak azt, hogy rád nincs szükségem,
Nem mondhatja a szem a kéznek, vagy a kéz a szemnek, hogy én tudok magamban is élni. Teljesen fordítva van, pont hogy a kéznek szüksége van a szemre, a szemnek szüksége van a kézre. No, tehát ez a három szentírási részlet, hogy a papok közül is tömegesen hódoltak meg a hitnek, ti királyi papság vagytok, az a küldetésetek, hogy hirdessétek annak dicsőségét, aki a sötétségben meghívott benneteket az ő csodálatos világosságára, és a harmadik részlet, hogy az atyám házában sok hely van, ez mind a három egyszerre szól a hitről is, és a közösségről is. És ebben az időszakban, amikor minden felkavarodott körülöttünk, ma talán szinte minden felkavarodott bennünk is, a járvány és a korlátozások miatt, ilyenkor az embernek meg kell értenie a legegyszerűbb dolgokat újra, vagy ez is lehet, hogy először. Lehetett volna éppen háború is, vagy földrengés, vagy egyéb természeti katasztrófa, mint ahogy volt már számtalanszor a történelemben, most mi járványt kaptunk. De lényeg az, hogy amikor minden fölborul, akkor vissza kell térnünk a legegyszerűbb igazságok kimondásához, a legegyszerűbb igazságok szemléléséhez, a legegyszerűbb igazságok átéléséhez. És fel kell tenni ezeket a kérdéseket, hogy akkor mi a papság, mi az atyaháza, mit jelent kereszténynek lenni, hogyan kell hinni Krisztusban, milyen az Isten valójában. Magyarul tehát mélyre kell ásni? Mélyre kell ásni? Az ember az nem állat, hogy nem kell gondolkodnia. Az állat az, vagy a madár, folyamatos kapcsolatban van a környezetében, a környezetével, hogyha talál magának eledelt, akkor tovább már nem gondolkozik. Milyen érdekes például látni a természet filmekben, hogy mondjuk egy oroszlán vadászik, jól belakmározik, aztán három napig csak ott ül, és az őzek, vagy esetleg a más állatok, amik előtte a táplálékát szolgálták, közelében, nem túl messze, ott sétálgatnak nyugodtan. Tudják, hogy az oroszlán jól lakott, most nem fog támadni. Az ember teljesen másmilyen. Mi nem ilyenek vagyunk. Mi, amikor fizikailag jól lakunk, rögtön elkezdünk gondolkodni azon, hogy mit főzzünk holnap. Aztán még, igaz, hogy jól laktunk, de még egy kicsit csipogatunk a hűtőből, ránk telefonál egy barátunk, hogy nincs kedved átjönni, megkóstolni a halászlét. És akkor azt mondjuk, hogy na jó. Tehát a gondolkodásunk által pluszban rengeteg olyan dolgot kezdünk el csinálni, amik többek, mint a biológiai létszükségletünk fönntartása. Jóval többek. Elkezdünk alkotni, álmodozni, vagy éppen rossz dolgokat tenni. Egy oroszlánnak eszébe nem jut az, hogy amikor jól lakott, és maga vett egy, nem tudom milyen kecskét, amit talált, utána csak úgy szórakozásból a másik 100 kecskének elharabdálja a torkát. Eszébe nem jut, és nem is csinál ilyet. Az ember viszont ilyen. Ilyen is tud lenni. Jól lakott, utána pedig szórakozásból éppen sajnos vannak ilyen háborús példák, kiírt egy egész falu lakosságát, embereket, embertársait, embertestvéreit. Most azért mondom ezt el, hogy miért van bennünk sokszor nyugtalanság? Hát azért, mert emberek vagyunk, és nekünk nem elég az, hogyha éppen öttünk és jól laktunk. Nekünk nem elég az, hogyha kialudtuk magunkat. Tehát jól lakunk, kialudtuk magunkat,
fölkelünk, és 5 perc múlva már gondolkodunk, már jár az agyunk, hogy miért, hogy van ez, mi lesz. És ezekre a kérdésekre választ kell adnunk. Mert ha nem adunk választ, akkor kétségbeesésbe fogunk süllyedni. Lehet, hogy van valaki, aki azt mondta most ebben az időszakban, hogy én nem nézek se tévébe, se interneten misét. És most 7 vagy 8 héten keresztül egyetlen egy misét se nézett végig. Pedig egyébként ugye a pápa is kérte a katolikus híveket, hogy vasárnapról vasárnapra nézzenek végig imádságos lelkülettel egy szentmisét. Tehát jön valami magrázkódtatás, és mivel nem értjük a dolgok lényegét, eltávolodunk. Eltávolodunk a korábbi szokásainktól, eltávolodunk a korábbi megértéseinktől, eltávolodunk a korábbi önmagunktól. És esetleg utána már azt se tudjuk, hogy hol vagyunk. Azt se tudjuk, hogy fiúk vagyunk-e, vagy lányok, el vagyunk veszve. Én simán el tudom képzelni, hogy ebben a digitális oktatás időszakában sok egyetemista annyira elbizonytalanodik, hogy amikor majd újra kezdődik a rendes oktatás, be sem annak az egyetemre, és ott hagyják az egészet. Az elbizonytalanodás időszakában elveszítik a lendületüket, és nem fogják végigcsinálni a nyelvtanfolyamot, nem tanulják ki a szakmájukat. Persze vannak ellentétes példák is, hogy ebben az időszakban valakiben még jobban megerősödik, hogy ő aztán elvégzi a nyelvtanfolyamot, vagy ő befejezi az egyetemet. Mindenesetre a lényeg ebben az, hogy rengeteg kérdés merül föl. És én is így voltam ezzel. Lehet, hogy engem pont ezért érintettek meg a Bibliából most ezek a részletek a papsággal kapcsolatban, hogy én pap vagyok, én beszélek most hozzátok, hogy mi a papság? Mi a papságnak a lényege? És egyik hajnalban, amikor imádkoztam, egy nagyon szép tanítást adott nekem a Szentlélek, amit most felolvasok, azt én nem egy könyvből másoltam ki, hanem ezt nekem a Szentlélek mondta. Így hangzik. A római katolikus papság a felszentelés, ordináció miatt elsősorban kegyelmi létállapot, belülről ragyogó szentség, másodszorban megvalósítandó szerep, hordozandó identitás. Nekem nagyon fontos volt ez, amit a Szentlélek mondott a papságról. Ugye mit hallottunk a Szent Leckéből, vagy bocsánat, az apostolok cselekedeteiből, az olvasmányból? Azt mondja, hogy az apostolok azt mondták, hogy nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk Isten igéjét és az asztal szolgálatát. Szemeljetek hát ki magatok közül testvérek, 7 jó hírben álló, lélekkel eltelt bölcs férfit, akiket megbízhatunk ezzel a feladattal. Ugye ez az alamizsna osztás volt, mi pedig majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat. Tehát volt egy krízis az ősegyházban, közvetlenül Jézus utáni első apostoli nemzedékben, tehát ez a Krisztus utáni, mondjuk így, hogy 30 és 50 között, volt egy komoly krízis. Ez a krízis az volt, hogy rengeteg szegény ember jött be az egyházba. Képzeljétek el, hogy ebben a rengeteg üres padban most beülne ide közénk 100 hajléktalan. Ide jöttek volna, nem tudom, Budapestről. Hát elég nagy krízist váltanak itt ebben a kis maroknyi kajdacsi közösségben. Tehát egy krízis volt az ősegyházban, nem járvány volt, nem háború, nem földrengés. Nekünk most ilyen krízis van, nekik az a krízis volt, hogy hirtelen nem tudtak mit kezdeni a sok ezer emberrel, akik közt nagyon sok szegény volt.
És osztották az alamizsnát jobbra-balra, hatalmas viták voltak, hogy a görögök kevesebbet kaptak, mint a zsidók. És akkor az apostolok összegyűltek, és azt mondták, hogy mi üljünk el, imádkozzunk, kaptak egy indítatást a Szentlélektől, legyen egy új szolgálati rendszer, ők a diakónusok, konkrétan kimennek az emberekhez, megteszik igazságosan, amit kell, mi pedig majd visszavonulunk, és az imádságnak fogunk élni az Isten jelenlétében, és abból az imádságos tapasztalatból fogjuk hirdetni az Isten igazságait. Tehát az apostolok visszavonultak két legfontosabb feladatukhoz, az imádsághoz és az ige hirdetéshez. Most tulajdonképpen ez történt az elmúlt két hónapban az egész világon minden római katolikus pappal és püspökkel, hogy visszavonultak a szobájukba, imádkoztak, remélhetőleg imádkoztak, és azon kívül megtették a napi dolgaikat, amiket tudtak, esetleg voltak köztük olyanok, akik kimentek a betegekhez, idősekhez, vagy valamilyen szolgálatot elláttak, de alapvetően maguk a papok is nagyon visszahúzódtak. Látva azt a példát, hogy Olaszországban talán több mint 80 pap halt meg, hogy az egész világon a papok is megijedtek, hogy hát azért inkább tévén keresztül tartsuk nekik a misét, az embereknek, mert mi lesz akkor, kihal a papság is, mint a dinoszauruszok. Tehát a papok is azt mondták, hogy hát akkor legyen az, ami régen volt a Bibliában. Pápa is ezt mondta, a püspökök is ezt mondták, hogy akkor vonuljunk vissza imádkozni. Majd az interneten keresztül hirdetjük az igét, és mondhatjuk így, hogy az orvosok, az ápolók, maga konkrét fizikai munkát végzők, azokért imádkozunk, ők pedig menjenek ki, és tegyék meg, amit meg kell tenniük. Ők lesznek a testben a kéz, mi pedig leszünk a testben a lélek. Most ebben az igazságban, amit felolvastam, amit nekem a Szentlélek elmagyarázott, hogy a római katolikus papság a felszentelés miatt elsősorban kegyelmi létállapot, belülről ragyogó szentség, másodsorban megvalósítandó szerep, hordozandó identitás. Akinél ez fordítva van, az rettentően szenved. Mert ugye a szerepben, az identitásban rengeteg aktív cselekedet van. És ezek most háttérbe szorultak. Mi maradt? A kegyelmi létállapot. Barsi Balázs atya Virág vasárnap egy interjúban vett részt, erről a beszélgetésről közöltek részletet a Magyar Kurír weboldalon, olvassátok el. Feltette a kérdést Barsi Balázs atya, hogy nem lehet, hogy ez a járvány olyan, mint egy leleplezés az egyházon belül is? Hogy a papok, a hívek most le vannak leplezve. Vajon a papok egyedül miséznek? Nekik nem kell áldozni? Ők nem akarnak áldozni? Én tudok konkrétan olyan példáról, hogy valaki mesélte nekem, közvetett példa, hogy volt olyan pap, aki elment a balatoni nyaralójába, és két hónapig nem misézett. Se magának, se másnak. Most Barsi Balázs felteszi ezt a kérdést, hogy az a pap, ő maga nem akart áldozni? Na most tehát, hogyha valaki a misézést, mint pap, szerepként, identitásként éli mag, azért mert, hogy vannak rajta hívek, és előttük szerepelhet, mihelyest a hívek nem jöhetnek például egy járvány miatt, akkor egyedül már nem fog misézni. Mert eddig a híveknek misézett. Ez kicsit olyasmi, tudjátok, mint hogyha az opera énekes azt mondaná, hogy hát járvány van, most már nem énekelek. Hát miért nem énekel?
Hát aki szeret énekelni, az egyedül is énekel, ha nem hallgatja senki. Hát pont ez a hitnek a lényege, azt mondja Jézus, hogy úgy imádkozz, hogy menj be a rejtekbe, amihol senki nem lát, csak a te atyád, de ő viszont lát, és ő veled van. És ott a rejtekben találkozz a te atyáddal. És ez a papságnak a lényege, hogy a rejtekben találkozz a te atyáddal. Azt tanítja a II. Vatikáni zsinat, hogy kétféle papság van. A szolgálati papság, tehát magyarul én, aki itt állok az oltárnál, és az általános papság minden megkarasztolt ember. Ti is papok vagytok. Nektek is feladatotok belépni a szívetek szentélyébe, és bemutatnotok Krisztus áldozatát az atyának. És ez nagyon fontos. Ez a te személyes papságod. Ez a te személyes kapcsolatod a te atyáddal, a mennyei apuval, aki a te szerető apád. És ezért tulajdonképpen mindig fontosabb a létállapot, mint a cselekvés. Hát hány olyan ember van, aki súlyos betegség miatt, baleset miatt ágyhoz kötött. Elveszíti a látását, elveszíti a hallását, elveszíti a beszédét, de még éppen létezik. Azt mondják rá, hogy vegetál, mint egy kaktusz. Kis viráglott belőle. De létezik. Van. És belül a lelkében nagyon is mély kapcsolatot élhet meg az Istennel. Élő, valóságos kapcsolatot. Ami nem csak az övé. Ez nem csak egy privát, belső álmodozás. Belül a lelkemben ülök a felhőkön, lógatom a lábamat. Az is, de áldás, osztás. Belül a lelkedben elvonulnak emberek a kis képernyődön, és mondj rájuk áldást, aki csak eszedbe jut. Utána pedig, ha lehetőséged engedi, fölhívhatod őket telefonon, vagy írhatsz nekik egy szép üzenetet. Persze ebbe se szabad elúszni túlságosan, mert akkor egész nap a számítógép előtt küldözgetjük a kedves üzeneteket, csak mi magunk nem vagyunk már se boldogok, se normálisak. Tehát biztos, hogy sokan elúsztak most a számítógépezésben az elmúlt 2 hónapban. Az ördög mindig ott van, és minden jót el akar torzítani. Kedves testvérek, egy szó mint száz, azt mondja Jézus, atyám házában sok hely van. Menjünk be mindannyian az atyaházába, ami bennünk van. Találkozzunk ott. És ez az utolsó ige, amit most felolvasok. Isten jelenléte. Ez az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben,